Az elmúlt 15 évben több mint 760%-kal nőtt világszerte az internet felhasználók száma, a legnagyobb növekedés Európában tapasztalható. Az európai lakosság 75%-a rendelkezik internet hozzáféréssel, derül ki a Google felméréséből, és hogy mivel töltik az időt az éterben? Íme. Bármilyen meglepő, a legtöbb időt a világhálón az online vásárlással töltjük. A top 5 vásárlási kategóriában a számítástechnika, a szórakoztató elektronika, a játék és divat szerepel. Az X generáció a Facebookon, a Z generáció az Instagramon tölti idejének nagy részét. Az online tartalmak bönkészése csak ezek után jön a sorban. Több mint 3 milliárd ember netezik világszerte, havi 190 percet időzve az online térben. Az információ, technológia és a hozzá kapcsolódó biztonság kérdése időszerű, a felhasználók, ideértve a magán, üzleti és nemzetbiztonsági szféra szereplőit, felhasználói tudatosságát, profizmusát növelni kell. Egyre inkább felhőben dolgozik nem csak az állami és a versenyszektor, hanem a magánszféra is. Meg kell tanulni a személyes, szenzitív adatokat tudatosan és biztonságosan kezelni, készségszinten elhelyezni, megosztani, alkalmazni. Az internet használat legfőbb veszélye, hogy az ott elérhető adatokat jogosulatlanul megszerezhetik, felhasználhatják, továbbíthatják, manipulálhatják, csalás vagy más bűncselekmények céljából felhasználhatják. A témát folytatjuk a stúdióban. Begella Zoltán igazságügyi szakértő a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és üdvözlöm a nézőket! A munkája során találkozik ilyen esetekkel, amikor valamilyen adathalászat vagy adatokkal való visszaélés történik. Ezt a bizonyos felhasználói tudatosságot növelni kell, de nem csak tulajdonképpen a felnőtteknél, hanem már gyerekkorban el kell kezdeni e felé terelni a gyerekeket és nevelni. Mi tulajdonképpen a felhasználói tudatosság? Hát igen, egyre gyakrabban találkozok a munkám során olyan jelekkel, amik adathalászatra, adatösszegyűjtésekre és személyes adatok megszerzésére irányulnak. Hogy mi a tudatosság? Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mert nagyon összetett rá a válasz. Talán röviden, tömören úgy lehetne erre válaszolni, hogy figyeljünk oda arra, hogy mit mondunk magunkról. Hogy milyen adatokat, hol, mikor és kinek adunk ki. És a kinek kifejezés alatt most nem embereket, hanem számítógépet, számítógépes portálokat és különböző honlapokat értek. Hiszen ezek a honlapok valakit megszemélyesítenek, és nem tudhatjuk, hogy aki mögötte áll, az általunk adott adatokat mire és hogyan fogja felhasználni. Ez nagyon érdekes és összetett kérdés, hiszen egyfelől folyamatosan beszélünk arról, hogy túl sokat időzünk az interneten, és hogy online intézünk mindent, másfelől pedig erre is sarkallanak minket, magánszemélyeket is. Ha csak azt megnézzük, hogy a közigazgatásban, állami igazgatásban az elmúlt időszakban mindent online felületen kell intézni, és e felé irányítanak minket, akkor ez is alátámasztja azt, de ha azt mondom, hogy tényleg az online vásárlásnak ma már olyan nagy tere van, hogy talán már egy idő után fel is fogja váltani azt, hogy fizikálisan bemegyünk egy boltba és megveszünk valamit, akkor mind-mind azt tudatosítja bennünk, hogy meg kell tanulni ezeken a felületeken élni, ezeket a felületeket biztonságosan használni. Mikor használjuk biztonságosan ezeket a felületeket? Hát a biztonságos használatnak szerintem két alappillére van. Mindenképpen segítséget kell kérnünk valamifajta technikai vagy fizikai eszköztől. Ezek általában tűzfalak vagy vírusírtók, amik segítenek nekünk abban, hogy eldöntsünk, hogy hogyan és hol járunk és helyes helyen járunk-e. A másik, hogy legyen mindenkiben egy természetes gyanakvás. Hogyha megváltozik valami körülötte a lakásban, akkor szinte biztos, hogy észreveszi a megszokottól való eltérést. Miért nem veszük észre, megkérdezheti az ember, hogyha belép egy megszokott oldalra, és azon megváltozik valami olyasmi, ami eddig nem volt ott. Az ilyen jelek már intő jelek, és figyelmeztető jelek arra, hogy nézzünk szét, hogy valóban jó helyen járunk-e. Belépünk a megszokott portálunkra, ahol a pénzügyeinket intézzük, és hirtelennyiben nem ugyanaz a kép fogad minket. Gondolkozzunk el azon, hogy jó helyen járunk-e. Vagy olyan helyre érünk, ahol sok időt töltünk el, Facebook vagy hasonló olyan honlapokat, amit szeretünk, hírportáloktól kezdve, millió ilyen dolog van, amik
nem hivatalos ügyhöz kapcsolódnak. Ha ott is megváltozik valami, kezdjünk el egy picit gyanakodni. Nézzünk meg. Gondolhatunk profilváltásra. Egyszer, másszor pedig annyiféle flashek és reklámok jönnek be ezeken az oldalakon, hogy nem tudjuk azt, hogy mire gyanakodjunk tulajdonképpen. Hát a profilváltást azt általában időben közlik a honlap készítői önvédelmi okokból. Gyakorlatilag azért, mert nem akarják megijeszteni a felhasználókat. Tehát elfogják, sokszor fogjuk olvasni előtte, hogy meg fog változni az indexen, meg fog változni a honlapnak az arculata, vagy a dizájnja, hogy a reklámok felugranak, azzal nem tudunk mit csinálni, ezokat ki kell x-elni. Persze ki, hogy aki elolvassa, az elolvassa, aki nem, az nem. Én általában nem olvasom el, de utána elő kell tűnni annak a megszokott felületnek, amit egyszer, kétszer, vagy akár már százszor is látunk. Gyanakodjunk. Igenis, ha nem vagyunk biztosak benne, akkor ismételjük meg a belépést, próbáljuk meg érdeklődni, hogy mégis mi történt. Nagyon fontos, a személyes adatainkra vigyázzunk. Hol lehetnek, vagy akadhatnak visszaélések a személyes adatainkkal? Ugye nagyon sok felületen regisztrálnunk kell, de interneten fizetünk, stb. Mire figyeljünk oda? Az internet, kezdem a végénél, az interneten való fizetésnél. Itt bizonyos dolgok kötöttek. Itt nem lehet azt megcsinálni, hogy az ember más mond, mint aki, hiszen ki kell szállítani az árut. Ki kell fizetni, meg kell adni a bankkártyáinkat. Nagyon figyeljünk oda, hogy ezeket, tehát csak olyan oldalakat használjunk, akibe megbízunk. Persze én a kérdés, hogy kiben bízunk meg. Hát erre már igazából választ adni nem tudok, mert hogyha felkeresek egy webáruházat, és ott én vásárolni szeretnék, és ott nekem fizetnem kell, és én bankkártyás fizetést választok, akkor már eleve megbíztam bennük. Kiadtam olyan adatokat, amiket lehet, hogy nem szerettem volna, de a fizetési móddal együtt, hát név, cím és bankkártyaszám, az már ott van náluk. Ezeket nem tudjuk kikerülni, az összes többi helyzetben. Ha olyan helyen kérnek tőlünk regisztrációt, aminek a következményeképpen nem jut el hozzánk áru, tehát nem vásárolunk, akkor ha nem is azt mondom, hogy hazudjunk, de azért olyan adatokat ne adjunk meg, amivel minket teljes mértékben be tudnak azonosítani. Nem kell mindig mindenre úgy válaszolni, ahogy azt tőlünk kérdezik, ha egy mondjuk egyszerű hírportálon szeretnénk egy hírt elolvasni, vagy meg szeretnénk egy megosztó oldalon valamit nézni. Tehát itt nagyon óvatosak legyünk. Az is nagyon fontos, hogy milyen jelszót választunk, hiszen nagyon sok felületen jelszót kérnek tőlünk, akár a közigazgatási ügyek intézésére, de egy egyszerű e-mail cím is ugye jelszóval jár. Milyen a jó jelszó? Hát a jó jelszónak két nagyon fontos tulajdonsága van, nehezen visszafejthető, és nem elfelejthető legyen. Erre én csak a saját tükkömet tudom elmondani, amit én szoktam alkalmazni. Egy nagyon régi, gyakorlatilag évtizedek óta ismert gyerekvers vagy mondókának egy részletét használom jelszónak. Ezt ha az eddig életem folyamán nem felejtettem el, akkor gondolom a következőben sem fogom elfelejteni. Ez egy picike kis trükk, és mivel ez egy teljes mondat, ennek a visszafejtése nagyon nehéz, főleg, hogyha egy picike kis helyesírási hibát teszünk bele. Tehát ez egy járható út lehet. Ez egy járható út, igen. És nem kell mindenhol ugyanazt a jelszót megadni, még ebben az esetben sem. Nem. Én magam részéről úgy dolgozom, hogy ahol nem fontos, tehát nem is érdekes, csak mégis be kell regisztrálni, oda egy sematikus jelszót használok, hogyha valaki oda megtudja és bemegy, semmit nem fog tudni vele érni, de hogyha olyan helyeken járok, ami számomra fontos, hogy mások ne tudjanak követni, akkor erős jelszókat használok. No, még a biztonság kapcsán eszembe jutott, hogy ma már nem csak az állami és a versenyszférát terelik a felhőszolgáltatások felé, hanem egyre inkább a magánszférát is. Ez járható út lehet? Persze. Nagyon kényelmes és nagyon jó. Megfizethetetlen az, hogyha én a rádiótelefonomról, vagy bármilyen más eszközről pillanatok alatt elérem azokat az adatokat, ami egyébként a benti, vagy a céges, vagy pedig a otthoni gépemen van. De azért itt is figyeljünk oda. Figyeljünk oda, hogy mit teszünk fel a felhőbe. Hogy a bizalmas, családi és olyan adatokat azért ne nagyon tegyük föl,
ami számunkra egy féltett és egy védett kincs. És itt nagyon fontos a szülőknek a feladata, hiszen a gyermekeink kicsebbek, nagyobbak, egészen kicsi kortól is már fönt vannak az interneten, mindenfajta fórumokon, többek között a Facebookon. Meg kell velük valahogyan értetni, hogy mi az, ami számukra és számunkra fontos, becses és védett, és mi az, amit nyugodtan kimondhatnak és föltehetnek az internetre, kiposztolhatnak, képeket tölthetnek föl, vagy éppen csetelhetnek rajtuk. Ugye ezekkel is van rengeteg visszaélés, adatlopás, jogosulatlan megkeresés. Igen. Ez is probléma. Igen, az a alapszabály, hogy ami egyszer felkerült az internetre, az fönt is marad. Azt hiába vesszük le, valahol valaki meg fogja majd találni, és fel is használhatja, és nagyon sokszor sajnos ezekkel az adatokkal, az e-mailbe átküldött fényképekkel, bizalmas jellegű fényképekkel, vagy letöltött fényképekkel, azok letölthetők, rossz indulatú emberek, vagy éppen haragosaink visszaélhetnek. Tehát nagyon figyeljünk oda, hogy mit töltünk fel az internetre. Mások nagyon röviden vannak olyan oldalak viszont, amit kimondottan a rendőrség figyel. Ezekre igen. Akár mi is véletlenül is rátalálhatunk. Igen. Sajnos, hogy vannak ilyen oldalak, a webnek a sötét oldala, és szerencsére, hogy vannak olyan szakszolgálatok, és vannak olyan szakemberek, akik ezt folyamatosan figyelik. Amennyiben véletlenül sikerül egy ilyen oldalra bekukkantanunk, egyetlen egy dolgot tegyünk, azonnal hagyjuk el ezt az oldalt, és azokat a maradványokat, amiket az oldal letöltött a számítógépünkre, semmisítsük meg, hogy az ne lehessen továbbiakban azonosítani, hogy mi véletlenül oda jártunk. Föl sem tételezem, hogy szándékosan mentünk oda, de a véletlen rákattintást csak így tudjuk utólag korrigálni. Begella Zoltán, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást.